másfél év után május 15-ével bezárja kapuit a Gyergyószentmiklósi Oltóközpont. Meghosszabbították a népszámlálás önkitöltéses szakaszát, május 27-ig még lehet élni ezzel a lehetőséggel. Nagyszabású szemétszedési akciót szervez a Gyergyószentmiklósi Oxigén Offroad Sport Klub a Pongrác tető irányába. A hírcímeket követően köszöntöm a Fénypont nézőit május 13-án, pénteken. Jó estét kívánok! Május 15-ével bezárja kapuit a Gyergyószentmiklósi Oltóközpont. A másfél év működés alatt több mint 25 ezer koronavírus elleni oltást adtak be a központ munkatársai, akár a székhelyén, akár az egész gyergyói medencében a mobil csoportok által. Az oltakozó kedvet tekintve hullámzó volt a központ működése, volt, amikor kevesebben jelentkeztek oltásra, de olyan napot is jegyeztek, amikor több mint 390 személy kapta meg a vakcinát. Adminisztratív szempontból oltóközpontok teljes felszámolása július 1-én ér véget, de a központokat országos szinten már május közepén be kell zárni. Ezt írja elő a 44-es számú, április közepén megjelent sürgősségi kormányrendelet, amely 30 nap határidőt szab meg a központok bezárására. Május 15-ével a Gyergyószentmiklósi Oltóközpont is bezárja kapuit. Csergő Tibor András polgármester ünnepélyes keretek között köszönte meg a központ munkatársainak az elmúlt másfél évben végzett munkáját. Az utóbbi másfél évben, amíg ugye ez a pandémikus helyzet tombolt, addig ez a kis központ, ez a Gyergyószentmiklósi Oltóközpont az egyik legfontosabb stratégiai intézménye volt a városnak, hiszen az itten dolgozó személyzet, orvosok, asszisztensek, regisztrátorok voltak az első frontvonalba, akik ugye fölvették a harcot a Covid-dal vagy a vírussal. Na most tavaly február 1-től indítottuk el, és ugye több ütembe, több hullámba jöttek a lehetőségek az oltást tekintve, és ugye ha visszaemlékszünk, akkor a kezdetben csak a legfontosabb ágazatokból érkező személyeket lehetett, legelőször ugye a kórházi személyzetet, utána pedig a fontosabb intézményekbe, ágazatokba dolgozókat, és ugye a harmadik fázisban pedig megnyílt mindenki számára az oltás. Na most ugye az volt az érdekessége, miután elindult februárban az oltásnak a lehetősége egy Gyergyószentmiklóson, hogy ugye, ha visszaemlékeznek, ilyen online applikáció segítségével lehetett bejelentkezni, regisztrálni, hogy gyakorlatilag beszélhettünk a tavaly tavasszal és a tavaly nyáron egy ilyen vakcinaturizmusról is, ahogy akkor meg elnevezték, és ugye egy Gyergyószentmiklós is bekerült ebbe a körforgásba, köszönhetően annak, hogy akkor a helyek kevésbé igényelték, úgyhogy gyakorlatilag ez az oltóközpont nem csak a Gyergyószentmiklós lakosságát szolgálta, és nem csak Gyergyószentmiklós közegészségügyét védte, hanem gyakorlatilag nagyon sok olyan személy érkezett ide oltásra, akik az ország más pontjairól indultak el, Temesvártól, Kolozsvártól, Bukarestől, Jászvásártól, és így tovább. Az a marokki személyzet, aki itt dolgozott, annak függvényében változott a létszáma, ugye, hogy a vírus, tehát a járvány hullám is körülbelül hogyan ívert felfele, és volt, amikor több mint 20-an dolgoztak az oltóközpontban, de volt, amikor körülbelül csak 10-en dolgoztak. De volt olyan időszak, amik majdnem, hogy non-stop működött, hiszen hétfőtől vasárnapig reggel 8-tól este 8-ig is várták az oltásra jelentkezőket. Hát több mint 10-13 ezer embert oltottak be itt az oltóközpontban, és én úgy gondolom, hogy a küldetését beteljesítette az oltóközpont, és hozzájárult ahhoz, hogy akkor Gyergyószentmiklós kevés veszteséggel élte túl ezt a pandémiát. Május 15-től bezár az oltóközpont, és akkor szeretném megköszönni mindazoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik itt az utóbbi másfél évben végezték a feladatukat, és itt elsősorban szeretném megköszönni Bíró Katalin és a Szalos Albert doktor úrnak, de illetve ugyanígy Csata Mónikának is, akik vezették az oltóközpontot ebben az időszakban. Az elmúlt időszak kapcsán dr. Bíró Katalin, az oltóközpont vezetője elmondta, nem volt könnyű, főleg a kezdeti szakasz, de jól is hatékonyan tudott együttműködni az oltóközpont közössége. Az oltás során súlyos mellékhatásokat nem jegyeztek, több mint 25 ezer adag vakcinát adtak be az oltásra jelentkezőknek.
A legelején 24 munkatárssal kezdtünk, és nagyon sok oltakozóval, tehát ez nehéz volt, a törvényeket se ismertük, még nagyon naponta kaptuk az értesítéseket, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, az elején nehéz volt, aztán belejöttünk, és megtanultunk egymás keze alá dolgozni, egymás segíteni, és szépen tudtunk működni. Én azt mondom, hogy nem volt semmiféle bonyodalom. Pontosan hány személy volt, nem tudom, azt tudom, hogy hány oltást adtunk be, az 25.500 körül van. Ebben van elsősorban Pfizer, azután jön a Janssen oltás, és Moderna, és aztán a kisgyerekeknek a külön oltása, amiből csak 10-et tudtunk beadni. Nem hozták a szülők előket. Szintén országos rendelet írja elő, hogy az elkövetkező időszakban az oltások beadása csak július 1-től kerül át a házi orvosok hatáskörébe. A május 15 és július 1-i köztes időszakban azoknál a házi orvosoknál kérhető az oltás beadása, akik erre szerződést kötöttek az egészségbiztosítási pénztárral. Ez Hargita megyében nagyjából a házi orvosok harmadát jelenti. A Gyergyószent Miklósi Oltóközpont helyén a továbbiakban is egészségügyi szolgáltatások fognak helyet kapni. Ezekről az igénylések függvényében dönt majd az önkormányzat. Az eredeti elképzelések szerint május 15-ig tartott volna a romániai népszámlálás első önkitöltéses szakasza, de az Országos Statisztikai Intézet 2 héttel meghosszabbította a határidőt, így a lakosságnak május 27-ig van lehetősége, hogy önállóan vagy az erre kijelölt pontokon kitöltse a kérdőívet. A gyergyói térségben élőket is arra biztatják, hogy vegyenek részt a népszámlálás első szakaszában. A nagy érdeklődésre való tekintettel az Országos Statisztikai Intézet meghosszabbította a népszámlálás önkitöltéses szakaszát május 27-ig, jelentették be csütörtökön. Az elmúlt időszakban sokan panaszkodtak arra, hogy akadozik a népszámlálási regisztrációs és kitöltési platform. Mindenkit arra kérnek, hogyha elakadnak, ne adják fel a kitöltést, legyen türelmük kivárni, amíg a rendszerben megoldódnak a fennakadások. Arra kérjük a lakosságot, hogy úgy otthon a saját csendességükben töltsék ki ezeket az éveket, nézzék meg a népszámlálás.ron, hogy mi a folyamat, és lépjenek be, töltsék ki, vagy keressék azokat a pontokat minden településen, ahol ezt megtehetik segítséggel, akár kereshetik az RMDS munkatársait, Gyergyószent Miklóson az RMDS irodát, hogy segítséget tudjunk adni. Ami fontos az az, hogy vannak akadások, elakadások így most az utolsó 100 méterben az online rendszerben, hiszen ebben az országban szoktak ilyenek történni, de arra kérünk mindenkit, hogy nyugodtan, türelmesen várják meg addig, amíg a validáló e-mailt megkapják, és így kitölthetik ezt a kérdőívet. Ha a regisztrálás után késik az e-mail a kérdőív linkjével, nincs más mit tenni, várni kell. Alapvetően a regisztrálás után rögtön kellene érkezzenek az e-mailek, de az elmúlt napokban jellemzően 10-20 percet, de esetenként akár több órát is várni kellett. A Gyergyó térségbeli polgármesterek is biztatják a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyenek részt a népszámlálás első szakaszán, és felhívják a figyelmet arra is, hogy az országban élő magyarság számára kiemelten fontos, hogy minél többen kerüljenek be a nyilvántartásba. Látni és tudnunk kell, hogy a népszámlálás 10 évig kíséri az életünket. Remetén nem kérdés az, hogy lesz-e magyar iskola vagy nem, de nagyon sok helyen az a tét, ahol szórvány van, és ott 20% körüli küszöbön mozog a magyarságnak a száma, és ehhez lokálisan mi nem tudunk hozzátenni, mondjuk azt, hogy Aranyos Szent Mihályon több magyar legyen, de özbe az erdélyi magyarságba mi is beleszámoltatunk, és ez igen-igen lényeges, hogy özben Romániában hány magyar él, többe, mint 1 millió, vagy kevesebb, mint 1 millió. A népszámlálás következő fázisában a szavazóbiztosok minden háztartást felkeresnek majd, akik nem töltötték ki online a kérdőívet, ellenben nem biztos, hogy otthon találják az adott lakcímre bejelentetteket. A szavazóbiztosok kimennek mindenkihez, a családhoz. Viszont
azok a családok, akiket valamiért nem találnak majd otthon, vagy valami egyéb ilyen probléma van, lehet, hogy többszöri alkalom, vagy többszöri megkeresés után sem fogják tudni őket a népszámlálók megtalálni, otthon találni. Ezért fontos, és innen arra kérek ismételten mindenkit nagy tisztelettel, hogy jelentkezzenek a kollégáknál, hogy tudjuk a népszámlálást minél gördülékenyebben bonyolítani. A kérdőív utolsó kérdései a 15 év feletti populációban a foglalkoztatásra és a járvány hatásaira vonatkoznak. A 2-15 évesek esetében az iskolázottsági adatokra, a 0-2 évesek körében pedig az etnikumra, anyanyelvre, vallásra. Az illetékesek kihangsúlyozták, ezek előtt ne zárjuk le a kérdőívet. Ha kitöltés közben fagy le a rendszer, a kérdőív az e-mailben érkezett linkkel újra megnyitható. Ha csak részben kitöltött kérdőívet küldött be valaki és nem érvényesítették a válaszokat, csak úgy derül ki, ha ellenőrzik a dovrec.inse.ro oldalon a személyi számok egyenkénti beírásával, a kitöltést követő legtöbb 7 nap után. Május 16-ától hétfőtől elkezdődnek a művelődési ház felújítási munkálatai, ezért az önkormányzat felhívja a Gyergyószent Miklósiak figyelmét, hogy autóikkal ne parkoljanak a főbejárat előtti szakaszon, és ne akadályozzák az odavaló bejutást sem, ugyanis a kivitelező cég oda tervezi elhelyezni a munkálatokhoz szükséges építőanyagot. Egy újabb nagyszabású szemétszedési akcióra kerül sor Gyergyószent Miklóson, ezúttal az Oxygen Offroad Sportklub hívja a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen és tisztítsák meg a települést a Pongrác tető irányába. A takarításra május 21-én szombaton kerül sor. A Szent Anna kápolnáknál és a Csiki kertben szervezett kalákát követően újabb közösségi megmozdulásra, szemétszedési akcióra készülnek Gyergyószent Miklóson. Ezúttal a nemrég megalakult 10 tagú Oxygen Offroad Sportklub kezdeményez takarítást a város Pongrác tető irányába vezető szakaszán. Tehetünk mi is valamit a természetért. Fontos azért, mert nekünk is számít az, hogy tiszta legyen a környezet, legyen minél szebb és minél emberbarátibb. Jelen körülmények között hihetetlenül sok a szemét, ami biztos, hogy sokakat zavar, köztük minket is, akkor mondtuk, hogy bemutatkozásképpen, hogy tudjunk mi is egy kellemes első benyomást kelteni, jó volna egy kicsit tegyünk mi is a természetért. Május 21-én szombaton a Salamon Ernő gimnázium elől lesz az indulás, autókkal, buszokkal oldják meg a résztvevők szállítását. Kérik, lehetőség szerint viseljenek munkavédelmi cipőt, gumicsizmát, kesztyűt, a többi szükséges eszközt a szervezők biztosítják. Reggel 9 órától lesz a gyülekező a Salamon Ernő előtt, onnan veszük fel az embereket és indulunk útnak Pongrác tető irányába. Most a létszámtól függően is, de reméljük, hogy minél többen leszünk, és így minél eredményesebb tud lenni ez az akció is. Ajánlott a láthatósági mellény, mivel a főút környékét céloztuk meg elsősorban, hogyha a létszám összegyűl, akkor szeretnénk a hátsó útra is hangsúlyt fektetni. Az útvonal az az Ady Endre utca, Gyilkos-Tósugárút útkereszteződésétől egészen úgymond a Pongrác tetőig volna. Ezt minél jobban, minél alaposabban, amennyire csak lehet. Egy forgalmas és sajnálatos módon nagyon sok szeméttel borított szakaszt szeretnének megtisztítani a sportegyesület tagjai, és remélik, hogy sokan bekapcsolódnak ebbe a kezdeményezésbe is. A magánszemélyeknek szánt klasszikus roncsautó program 335 millió lejes, a jogi személyeket célzó pedig 123 millió lejes költségvetéssel indult ma. Ugyanakkor most először külön büdzsét szabtak meg a közintézmények és önkormányzatok számára 50 ezer lej értékben. A magánszemélyeknek szánt roncsautó plusz program költségvetése 262 millió lej, a jogi személyeké 190 millió lej lesz, míg a közintézmények számára 100 millió lejes keretet szabtak meg. Stopp a medve maffiának és a rémhíreknek elnevezésű nemzetközi kampánysorozat indult, melyet Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke sajtótájékoztatón ismertetett az intézmény székháza előtt. A megyevezető olyan érdekviszonyokra hívta fel a figyelmet, amelyek már maffia tevékenységre is utalhatnak.
A medvekérdés kezelésében továbbra is mellőzve marad az emberi élet. Számos álhír, félretájékoztatás terjed az erdők kivágásáról, a villanypásztorok hatékonyságáról, a medvék élőhelyének a megzavarásáról. Jelentette ki Borbói Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, a megyeháza előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. A megye elnök elmondta, hogy a medvekérdés kapcsán jogi és tudományos alapokon kívánnak fellépni. Mától kezdve hívjuk azokat, akik számára Hargita megyében élő emberek élete fontos, és hisznek abban, hogy nem az ember hibás azért, hogy ebben a megyében ennyire elszaporodott a medve populáció. Akik hisznek abban, hogy ahogy eddig az őseink is megtettek mindent, és jó együttélés volt ez a védett faj és az ember között, hogy ez nagyjából abban a formában, ahogy korábban is volt, folytatásra érdemes. Szeretnénk bebizonyítani, hogy, és be is fogjuk, hogy hazudnak, hamis adatokat használnak, hamis tanulmányokat használnak, olyan hivatkozásaik vannak, amik jól hangzanak lehet egy városi környezetben élő ember számára, de teljesen távol vannak a Hargita megyei vidék valóságától, és jog erejével is szeretni majd akár az olyan közvélekedéseket, amelyek ellentétesek a Hargita megyei nagyvad ember együttélése tekintetében tett pozitív és hasznos erőfeszítéseknek bebizonyítani, hogy ez egy helytelen út, és forrásokat fogunk arra biztosítani, hogy ezek a kutatások, elemzések, vélt hamis állítások, azok kerüljenek tisztázásra. A megyevezető felhívást intézett mindazon újságírók, civil szervezetek, kutatók, egyetemisták fele, akik számára az emberi élet elsődleges, és szívesen fellépnének a kialakult helyzet, az álhírek, a törvénytelen eljárások ellen. Azokat is várjuk, akik segítenének a kutatásokban, az elemzésekben, a létszám megfigyeléstől kezdve egymillió dologban, amiben segít. Azokat is várjuk, akik akár támogatnák ezt a kezdeményezést, hogy olyan költségtételekre, amire közpénzt nem lehet költeni, törvény még nem ad lehetőséget, akkor adományokból teremtsük meg a forrásokat, és hát azokat is várjuk, akik akár vállalják, hogy erről beszélnek, ezt közvélekedés előtt teszik, tehát fel kell erősíteni a normális, racionális hangot is. Borbói Csaba elmondta, hogy jogvitákat fognak elindítani. Ehhez egy ügyvédi iroda segítségét kérték. Végső szerződési fázisban még nincs megkötve a szerződés, de már a készfogás megvolt egy ügyvédi irodával, és örvendünk annak, hogy végre került egy olyan ügyvéd, aki vállalja, elhivatott és szakmailag kompetens abban, hogy egyrészt az emberi áldozatok ügyében az állam ellen a pereket el tudjuk indítani, hisz az áldozatok 90% olyan ember, aki nagyon szerény körülmények között alacsony iskolázottsággal rendelkezik, és számukra szinte lehetetlen lenne a jogi igazságtétel. De nem csak ezekben a témákban fogunk az ügyvédi irodával dolgozni, hanem a téves falcsi információk helyretetetése ügyében is, és sok más olyan témában, amikor úgy látjuk, hogy akár nem adnak ki egy közinformációt, mert azért azt kell látni, hogy jó néhányan, úgymond a medve maffia tagjai közül, hát búsás jövedelmeket tettek szert az elmúlt években, ezeket is akkor nyilvánosságra kell hozni, és kell beszélgetni a valóságról is, ebben pedig valószínű, hogy ügyvédi irodának a szolgáltatásai nélkül nem lehetne eredményt elérni. A maffia elleni fellépés tartját a megyeháza épületének homlokzatáról leengedett molinóval jelezték, üzenete nem csak a helyieknek, hanem egyértelműen Brüsszelnek is szól. A népszámláláson való részvétel fontosságát hangsúlyozta Péter Ferenc, Maros megye tanácsának az elnöke is. Péter Ferenc szerint Maros megyében a kérdés az, hogy van-e 200 ezer magyar. Mint mondta, 1992 és 2011 között Maros megyében csökkent a legnagyobb mértékben a magyarok létszáma 253 ezerről 209 ezerre, azaz 43 ezer fővel. A politikus hangsúlyozta, ha javítani nem is lehet ezeken a számokon, legalább a mostani arányokat meg kellene tartani. Tétje van a népszámlálásnak, hiszen ez fogja meghatározni a következő 10 évet, jelentette ki Szászrégenben Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke Szászrégen polgármesterével Márk Endre Dezsővel tartott közös sajtótájékoztatóján, írja a maszol.ro.
Az előjáró a népszámlálás online szakaszának fontosságára hívta fel a figyelmet. A népszámláláson begyűjtött adatok fognak hivatkozási alapul szolgálni szinte minden közigazgatási, adminisztrációs kérdés megvitatásakor, az anyanyelv használati jogkör kiterjedésekor, iskolai osztályok, óvodai, bölcsődei csoportok, vagy akár önálló magyar nyelvű tanintézmények létrehozásakor. Péter Ferenc szerint Maros megyében a kérdés az, hogy van-e 200 ezer magyar. Mint mondta, 1992 és 2011 között Maros megyében csökkent a legnagyobb mértékben a magyarok létszáma, 253 ezerről 209 ezerre, azaz 43 ezer fővel. A politikus hangsúlyozta, ha javítani nem is lehet ezeken a számokon, legalább a mostani arányokat meg kellene tartani. A számadatokat tekintve kérdés az is, hogy át fogja elépni a 20%-os küszöböt a magyarok aránya Marosludason, Segesváron, továbbá Szászrégenben megmarad-e a 25% feletti arány. A népszámlálás jelenlegi helyzetével kapcsolatosan a megyeelnök tájékoztatása szerint az április 27-i adatokat figyelembe véve Maros megye átlagon felül teljesít, és ez a Maros megyei magyarokra is vonatkozik, hiszen a megye 9. országos szinten, ami a kitöltött kérdőívek arányát illeti. Ami a településeket illeti, Péter Ferenc elmondta, az országos átlaghoz képest a megyében jelenleg lemaradt városok, községek a következők: Szászrégen, Segesvár, Nagyernye, Marosvécs, Marosfelfalu, Mikefalva, Radnót, Mezőcsávás, Marosugra, Mezősámsont, Havad, Marosbogát, Kórod-Szentmárton, Székelyvécke, Bonyha, Mezőbánd, valamint Héjasfalva. Márk Endre, Szászrégen polgármestere a népszámlálási folyamat javulása érdekében kérte az egyházak és a civil szervezetek segítségét is. A népszámlálás május közepe után kezdődő második szakaszában a hagyományos összeírás során nagy a kockázata annak, hogy a számláló biztosok nem fognak mindenkihez eljutni. Azoknak az adatait, akikhez nem jutnak el, adminisztratív nyilvántartásokból fogják pótolni, az így beemelt személyeknek azonban nem lesz etnikuma, anyanyelve, felekezeti hovatartozása. A legvégére egy programajánló. Mától vasárnapig zajlik Csíkszereda központjában a Csíki Majális, amelyen Csíkszereda történetének legnagyobb szabadtéri edzése, borászati bemutató, kézműves vásár és számos könnyűzenei koncert lesz. A Csíki Majálison minden korosztály megtalálhatja a számára tetsző programot. Ez volt már a Fénypont, megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet. A következőkben a Faggató című műsorunk látható. Albert Eszter kolléganőm meghívottjai a Step Dance sportklub oktatói. Maradjanak velünk, viszontlátásra!